Köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm vendégemet, Csóbor Kisari Lindát, aki a Csóbor Pincészet főborásza. Köszönöm, hogy eljött, és egy beszélgetést fogunk most megejteni. Leginkább arról, illetve az az aktualitása a beszélgetésnek, hogy nemrég a királyi város borává választották a 2017-es Cabernet Sauvignont. Ugye az egyszeri emberben fölmerül, hogy miért a 17-est, hogy működik ez? A 2017-es évjáratú Cabernet Sauvignonunkat értékesítjük most. Nekünk, mivel nem vagyunk olyan nagyon nagy pincészet, ezért nincsenek több régebbi évjáratú vörösboraink, és ezért vannak olyan pincészetek, akik még csak most árulják mondjuk a 2013-as vagy a 15-ös évjáratot, de mivel nálunk azért gyorsabban pörögnek a borok, ezért most a 2017-es évjárat az szép volt, és ebből palackoztunk Cabernet Sauvignont, és ezért gondoltuk, hogy elküldjük a borversenyre, mert nagyon szép lett. Egyetért ezzel a döntéssel? Tehát ezt tartja most a legjobb boruknak? Van még több borunk is, amit én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szépek, úgyhogy mellette még talán a 2017-es évjáratú Démont is kiemelném, ami még szerintem nagyon-nagyon szép vörösbor. Ugye most 2020 márciusa van, tehát a 19-es borokról már lehet sejteni ezt-azt. Mit lehet róluk mondani? Igen, a rozé és az írsai olivér, ami ugye 2019-es évjárat, azt már most értékesítjük, és azok egy ilyen friss borok, azokat könnyen el lehet, vagy gyorsan el lehet készíteni és értékesíteni. A többi fehér borokat még kezelgetjük, azok kaptak egy ilyen finom seprős érlelést, és ezért hosszabb az idő, mire elkészülnek. A vörösborok pedig még fahordóba pihennek, érlelődnek, de mivel tényleg nagyon szép évjárat volt, és sütött a nap, eső az szinte nem is volt tényleg a szüret idején, ezért szép mustokkal, megfelelő savval beértek, és még a hordóban érlelődnek. Kóstolgattuk őket, és úgy éreztük, hogy nagyon szép testes vörösborok lesznek, ha megérnek. Ugye egy velencei tó környéki borról van szó, Agárdi a pincészet. Most ha az ember az egész országot figyelembe veszi, akkor ha mondjuk odamegyünk az utcán valakihez, és megkérdezzük, hogy mondjon egy olyan tájegységet, ahonnan bort, jó bort érdemes szerezni, akkor nem biztos, hogy a velencei tó környékét mondja elsőnek vagy másodiknak. Most ez a kérdés, ez két kérdést vet föl. Egyrészt, hogy lehet akkor mégiscsak jó borokat csinálni ezen a tájegységen, illetve hogyha jó borokat lehet készíteni ezen a tájegységen, akkor ez miért nem tudja mindenki Magyarországon, hogy érdemes idejönni és jó bort keresni? Igen, ez egy nehéz kérdés egyébként, mert akik a velencei tóhoz jönnek, azok szinte csak arra gondolnak, hogy itt csak tényleg egy üdülőközpont, fürdeni lehet, vagy szórakozni, és nem is gondolnák, hogy itt a velencei tó körül ugye szőlőültetvények vannak. És ezek a szőlőültetvények, ezek már nagyon-nagyon régóta itt vannak, tehát nem is igazából most kezdődött ez az egész szőlőművelés, meg a borászkodás, hanem már nagyon-nagyon régóta csak kereskedelmi forgalomban nem kerültek ezek a borok. Most nálunk ugye most már 2000 óta kereskedelemben vannak a borok, és azóta értékesítünk, és most próbáljuk kezdeni, meg hát 2000 óta próbáljuk tényleg azt elérni, hogy itt az emberek, akik ide jönnek, és nem csak üdülni jönnek, azok megismerjék azt, hogy itt a velencei tó körül igazából szőlő van, és a szőlőből ugye bor készül, és ez nem más borvidékről származik, mert volt olyan ember, aki hozzánk a borozóba bejött, és megkérdezte, hogy honnan van a bor, vagy a szőlő, honnan vásároltuk, és mindig mondtuk, hogy hát ez itt teremtett helyi, tényleg helyi bor, tehát a velencei tó körül vannak a szőlőültetvények, úgyhogy ez egy nehéz, hogy nekünk, hogy tényleg megismertetni az emberekkel, hogy itt is van ugyanúgy tényleg borkészítés, és helyi szőlőből készítjük a borokat.
Úgyhogy ez egy elég nehéz dolog lesz, hogy tényleg az emberek megismerjék. De rajta vagyunk az ügyön. Van erre külön emberük? Van egy marketingesük, aki ezzel foglalkozik? A családban igazából tényleg a családból dolgozunk, tehát úgy értve, hogy tényleg a családban vannak az emberek, akik mindenki azzal foglalkozik, hogy valaki a szőlőműveléssel, valaki a borászkodással foglalkozik, és külön így marketingesünk nincsen, mi próbáljuk megoldani ezt is így családügyileg. A legjobb módszer szerintem a szájhagyomány egyébként, ami ugye régebben volt, de hogyha nagyobb pincészet leszünk, akkor biztos, hogy kell majd külön marketinges ember. De hát hozzánk, ahol értékesítjük a borozóval a borokat, igazából a Balatonról jönnek, és a Balatonról lejönnek azért, hogy a mi borainkat kóstolják, mert nekik az ízlik. Na, ez már önmagában egy nagyon szép dolog, hogy a Balatonról oda mennek borért, azért ez már egy reklám téma, és ezt egyedül kell elérni, hogy menjen a híre a pincészetnek, vagy esetleg van, vagy lesz valami összefogása a környékbeli pincészetek részéről. Próbáltunk ezen a marketingen fejleszteni, és 11 borászat van a Velencei tó körül, és hegyközségi megbeszéléseken próbálunk ezen ügyködni, hogy legyen valami marketingje ennek, úgyhogy még ez a további folyamat, hogy hogyan lesz. Említette, hogy majd, ha nagyobb pincészet lesznek, mik a tervek, hogy néz ez ki? Még egy pár hektárt szeretnénk mindenképpen telepíteni, ez terve van, hogy fogunk is telepíteni, de ha úgy gondoljuk, hogy nem vennénk föl további embereket, akkor szerintem megmaradunk, és hogyha ki tudjuk elégíteni tényleg a vevőket, és lesz annyi borunk, akkor lehet, hogy nem lépünk tovább. Ez még kérdés nálunk is, hogy maradunk a kis családi pincészet, vagy pedig próbálunk mi is ilyen 100 hektárosak lenni, tehát ez majd még kiderül. Most szerintem ez a kis családi pincészet így, most 36 hektáron gazdálkodunk, ez így tényleg jól megy, és a Velencei tó körül szinte minden vendéglátóhelyiségben ott vagyunk, és ott értékesítjük a borainkat, Budapestre is szoktunk szállítani, tehát majd ez a további kérdések lesznek, hogy tovább lépünk-e, vagy maradunk családi. Említette, hogy családi pincészet, ugye a családnak is van egy családja, tehát önnek meg a férjének van két gyerekük. Ez hogy néz ki? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy ugye hát mégiscsak egy borász nőről van szó, és hát egy anyának azért vannak, hogy is mondjam, megkerülhetetlen feladatai, amikor megszületik a gyerek, meg utána még pár évig. Ezt hogy lehet összeegyeztetni, ezt a kettőt? Igen, tehát nagyon nehéz volt, de mindenképpen szerettünk volna gyermeket, tehát mondtuk is, hogy egy traktoros mindenképpen kell a családba, és mondtuk, hogy fiú gyermeket szeretnénk. Na most először ugye kislány született, és mondtam a férjemnek, hogy hát addig megyünk, amíg fiú nem lesz. Másodszorra megszületett a kisfiam, úgyhogy több gyermekünk nem lett, és hát elég nehéz volt, tehát a szüret kellős közepén született a kislányom, és mivel akkor nagyon-nagyon sok munka van, meg ott dől el tényleg, hogy mit kell készíteni a szőlőből, hogyan lesz finom bor, ezért hát volt, hogy velem jött a gyermek, és így dolgoztunk együtt, de nem volt egyszerű összehozni, utána a második gyermekünk az már szerencsére télen született, úgyhogy ott volt egy kis pihenő, és tényleg csak a gyermekkel tudtam foglalkozni, és utána hát mindenképpen vittük a közösségbe, tehát bölcsőde, óvoda, és most már nagyok, mert óvodás, meg iskolások a gyermekek, tehát most már könnyebben lehet így borászkodni. Egyébként hogy néz ki, ezt egy laikus szerintem nem nagyon tudja, sőt, a legtöbb ember ezt nem nagyon tudja, egy borásznak, egy főborásznak pontosan mik a feladatai, tehát mondjuk egy egész év az hogy néz ki, mit kell csinálni egészen konkrétan? Hát itt az a lényeg, hogy átlássam az egész borászatot, és hogy tudjam azt, hogyha az a szőlő, mondjuk egy olasz rizling,
hogy én milyen bort szeretnék belőle készíteni. Tehát ez technológia is. Hogyha én csak egy egyszerű reduktív bort szeretnék készíteni, akkor én nekem a folyamatot azt tudnom kell, hogy hogyan kell készíteni. Tehát, hogy csak deríteni kell, szűrni kell és palackozni. Hogyha én szeretnék egy kicsit zamatosabb, testesebb bort belőle készíteni, akkor már ki lehet kalkulálni, hogy mondjuk egy finom seprős érlelés az jó lehet a bornak, és akkor azt úgy kell készíteni. Tehát igazából nekem a főbb feladatokat kell tényleg a fejemben tartani, és azt továbbadni az alkalmazottaknak, hogy mit, hogyan kell. Tehát igazából nekem nem csak az a feladatom, hogy fejtsem a bort, hanem hogy átlássam az egészet, hogy majd milyen bort szeretnék ebből kapni. És az mitől függ, hogy milyen bort szeretne egy adott szőlőből? Mondjuk a napsütéses órák számától, vagy mitől függ? Nem, az ízlésvilág. Tehát, hogy azt is figyelni kell, hogy a mai emberek milyen borokat kedvelnek. Tehát nem csak az ilyen egyszerűbb, reduktív borokat kedvelik, hanem esetleg az kicsit ilyen színesebb. Tehát úgy értem, hogy színesebb, hogy testesebb, vagy tényleg több ízvilág, egy kicsit testesebb bort készítsen a borász. Nem csak egy olyan bort, amit tényleg kitölt és megissza, hanem kicsit ilyen elgondolkodtatóbb borokat is lehessen készíteni. Ön például melyiket szereti a legjobban? Van ilyen, hogy kedvence, vagy mindegyiket más miatt szeret? Hogy kell ezt elképzelni? Nem tudom, egy borász hogy iszik bort? Egyáltalán isz-e más borászatok borait, vagy csak a sajátot? Egyáltalán melyik a kedvence? Van kedvencem, de ez is hangulatfüggő, vagy éppen társaságfüggő, hogy egy borász milyen borokat kóstol, vagy éppen, hogy milyen ételhez szeretnék mondjuk bort kóstolni. Tehát én igazából nincsen csak úgy, hogy egy szőlőfajtából készült bort, hogy mondjuk csak az olasz rizlinget szeretem, hanem itt is úgy van, hogy ha gondolom, akkor ételhez szeretnék ugye bort kóstolni, vagy csak önmagában szeretném megkóstolni a borokat, és nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak a saját borát kóstolja tényleg a borász, hanem más pincészetek borait is lehessen kóstolni, mert ebből tanul igazából tényleg a borász, hogy megkóstolom a másik pincészetet, és érzem azt, hogy ennek milyen ízvilága van, milyen íze van, és akkor egy kicsit elgondolkodok, hogy ez hogy is készít ezt a bort. Össze szokta méregetni magát, mint a saját borokat a más pincészetek boraival? Igen. Járok szakmai kóstolókra is, és ott például vannak ilyenek, hogy mondjuk egy 5-6 vagy akár 10 bort is megkóstolunk. Ott van ugye, ez egy ilyen vak kóstoló egyébként, és nem tudjuk, hogy mit kóstolunk, és volt olyan is, hogy tehát nem velem történt ez meg, hanem egy kollégával, hogy benne volt a sorba a saját bora is, és nem ismerte fel például a saját borát, és azt kellett ugye így elemezni. Úgyhogy ez kínos, nem? Ez egy kicsit furcsa. Igen, de nagyon-nagyon jókat mondtunk a borról, tehát nem rosszakat mondtunk, hanem nagyon-nagyon jókat mondtunk, és amikor lefették tényleg, hogy ugye egy ilyen zsákban van benne a bor, és lefették, akkor csodálkoztunk, hogy jé, hát ez kinek a bora, és akkor mondta a saját borász is, hogy na hát nem gondolta volna, hogy ez ilyen finom. És gondolom, akkor ezt elég nehéz fölmérni, hogy melyik bort mennyire tartja jónak, melyik pincészetet. De hogyha föl tudja mérni, akkor azon belül a csóbort hova helyezi? Tudom, ez egy nagyon gonosz kérdés. Hát ez elég. Igen. Mivel mi ugye többféle borokat is készítünk, tehát készítünk kicsit testesebb borokat, készítünk reduktív borokat, nálunk elég széles a kínálat is, és mivel azért országos szinten tényleg nagyon szép aranyérmeket nyertünk tavaly, ugye megnyertük 3 borral is az aranyérmet, ezért gondolom, tehát ott a jobb mezőnybe lehetünk, mert ez egy nagy szó tényleg, hogy egy országos borversenyen 3 borral is aranyérmet nyertünk. Tehát olyan borvidékek, ahol ismertebb borászatok vannak, ők nyertek még a három aranyérmet. Ugye a Királyi Város Bora díjat, azt végülis egy borlovag renden keresztül kapták meg, vagy hát végülis azzal egyenértékű
a díj. Hogy kell elképzelni a borlovagrendet? Mit csinálnak ők? Borokat kóstolnak? Napszám? Vagy hogy? Mit csinálnak a borlovagok? Igen, tehát ez azért is lett kitalálva, hogy legyenek ilyen borlovagrendek, mert nagyon-nagyon kedvelték az emberek a boros rendezvényeket, és ezeken a boros rendezvényeken megvannak hívva társ borrendek, és ott igazából kóstolgatják a borokat. Különböző rendezvényekre lehet elmenni, és azok az emberek, akik tényleg szeretik a bort, és nem csak le akarnak ülni egy bor mellé, hanem akkor ez egy nagyon jó nekik, hogy mivel ők nem borászok, de ez egy olyan lehetőség nekik, hogy elmenjenek ilyen boros rendezvényekre, és kóstolgassanak bort. Hol lehet jelentkezni? Én is szívesen mennék borlovagnak. A Noéhegyi Szent István borlovagrendben minden évben avatnak borlovagokat, úgyhogy lehet jelentkezni. Oké. Na most visszatérve a komolyabb témákhoz, nagyon sok, relatíve sok szőlővel foglalkozik a csóbor. Hogy lehet ennyiféle szőlőbe és borba beletanulni? Hogy lehet mindegyiket jól csinálni? Lehet mindegyiket jól csinálni? Lehet mindegyiket jól csinálni, tehát nálunk 14 szőlőfajta van, abból most már egyet kivágtunk, mert ez egy idősebb ültetvény volt, meg úgy döntöttünk, hogy szerintünk 13 szőlőfajta is bőven elég lesz, de ugye régebben az volt a jó, hogyha sokféle szőlőfajta van, sokféle bor van, mindenki megtalálja a magának megfelelő bort, mivel mindegyik szőlőfajtából teljesen más bort lehet készíteni, mindegyiknek más az illata, más az íze, más testessége van, és ezért döntött így a család, hogy kell a sokféle szőlőfajta, hogy mindenki megtalálja a magának kedvező bort. De elég nehéz vele dolgozni, mert mindegyiket ugye külön tartályban vannak, külön kezeljük őket, tehát ez elég nehézkes, úgyhogy mi is próbáljuk kicsit csökkenteni ezeket a szőlőfajtákat, de azt vesszük észre, hogy ha lejönnek hozzánk a borozóba, akkor nagyon örülnek, hogy ilyen széles a kínálat, mert van szárazbor, van kevésbé savasbor, van savasavbor, van félszáraz, van félédesbor. Tehát tényleg sokféle van nálunk. Áttérve kicsit a személyesebb oldalra jön, hogy lett borász? Miért lett borász? Igen, ezt már nagyon-nagyon sokan kérdezték, mert ugye a női borászok most már kezdik el ismerni a női borászokat, de azért régebben ez elég nehézkes volt, hogy egy nő borásznak tanul, és még borászként is elhelyezkedjen. De én igazából azért akartam borász lenni, mert ez egy ilyen nagy kedvencem volt, tehát nem 18 évesen döntöttem el, hanem inkább egy kicsit később döntöttem el, hogy én mindenképpen borász szeretnék lenni. Volt egy kevés kis szőlőnk, és édesapámnak én mindig is segítettem, tehát a szőlőbe dolgoztam, a bort készítettük együtt, és én annyira megkedveltem ezt a borászkodást, hogy mondtam neki, hogy én ki szeretném tanulni, és mivel élelmiszeripari egyetemre jártam, ott volt borászat szak, ezért választottam igazából ezt a borászatot, és úgy gondolom, hogy nem bántam meg. Amikor a tanárom azt mondta, hogy 3 lány volt, és 7 fiú volt, na hát a lányokból biztos, hogy nem lesznek borászok, de hogy majd a fiúkból lesznek, és később ugye találkoztam a tanárommal, és ő mondta, hogy na hát nem gondolta volna, hogy belőlem tényleg majd egy borászatban fogok dolgozni, és ennyire érdekel a borász szakma. De én mindig próbáltam úgy munkahelyet keresni, hogy ne csak ugye élelmiszertechnológus mérnökként helyezkedjek el, hanem valamelyik borászatnál helyezkedjek el, és lehessen tényleg alkalmam, hogy bort készítsek. És igazából a csóborpincészethez is így mentem, hogy én borászként végeztem, és szeretnék náluk dolgozni. Úgyhogy így kerültem igazából a borászathoz. És milyen nehézség volt még nőként és borászként, azon túl, hogy a tanár nem annyira látta a pozitív jövőt, milyen nehézségeket hozott még ez a pálya?
Hát elég nehéz abból a szempontból, hogy itt azért először ahhoz, hogy ugye jó bort lehessen készíteni, nagyon sok gyakorlatra van szükség. És régebben ugye visszautasították a nőket, mert hogy ez fizikai munka, és hogy a nők nem tudnak ugye fizikai munkát végezni, de én szerintem most már látják a többi borászatok is, hogy ez nem csak az a lényeg, hogy fel tudom emelni azt a hordót, vagy nem, hanem tényleg, hogy a mai borász hölgyek, azok fejben eldöntik, hogy milyen bort szeretnének készíteni, kóstolgatják a borokat, és igazából az alkalmazott megcsinálja. Tehát itt nem az a lényeg, mert engem is mindig azért utasítottak vissza, hogy na, ez fizikai munka, és azért nem veszik fel, mert hogy egy nő nem tud borászként dolgozni. Buta kérdés, nem szeretem az általánosításokat, de néha buta kérdésekre jönnek a legjobb válaszok, hogy más bort készít egy nő, mint egy férfi? Ez ízlésvilág is egyébként, tehát a nőknek teljesen kifinomultabb ízlésük van, mint szerintem a férfiaknak. Mi jobban érezzük, tehát azt szokták mondani, hogy a nőknek több ízlelő bimbóik vannak, és hogy jobban érzik a borokban ugye az ízeket, de itt az a lényeg, hogy nem saját magamnak készítem a borokat, hanem tényleg az országban azoknak az embereknek, akik kedvelik a borokat, és próbáljuk mi úgy elkészíteni a borokat, hogy ne az legyen, hogy egy női borász készíti, hanem mi megkérdezünk, ugye, hogyha elkészítünk egy küvét például, akkor nem csak az van, hogy én kóstolom meg, tehát hogy én nekem hogy ízlik a bor, hanem megkérdezzük a többi ismerősöket, megkérdezzük a törzsvevőket, és ők is megkóstolják ezt a bort, és úgy szoktunk dönteni, hogy hogyan készüljön el egy ilyen küvé, mint például a Démon küvé. Még egy ilyen kicsit másfajta kérdésem van, hogy például arra lehet következtetni, mondjuk az ember, mi is tudom, jellemére lehet következtetni abból, hogy milyen bort szeret? Vörösbort, fehéret, rozét, vagy nehogy Isten nem szereti a bort? Hát elég nehéz, tehát így, hogy megállapítani, hogy most ő milyen bort kedvel. Tehát nálunk azért is van ilyen sokféle szőlőfajta, hogy van fehér is, ugye kék szőlőből rozét is készítünk, meg vörös borok is vannak, hogy tényleg mindenki megtalálja magának megfelelő bort, de az, hogy most ő éppen kedveli a bort, az, hogyha nem is kedveli, akkor meg először írsai olivérrel kell megkóstoltatni, és akkor biztos, hogy meg fogja szeretni a bort. Hogyhogy? Mert az írsai olivér az egy nagyon-nagyon könnyed bor, nagyon illatos, és hogyha valaki nem szereti a bort, akkor is, tehát nem, meg se pörgeti a poharat, beleszagol, és egyből érti, hogy milyen szép illata van, nagyon-nagyon gyümölcsös illata van neki, és mikor meg kóstolja, akkor nem egy ilyen nagy testes borra kell gondolni, ami esetleg nem ízlik, hanem egy ilyen nagyon könnyed, nagyon-nagyon aromás bor, és általában az tényleg mindenkinek szokott ízleni. Tehát akkor az a beugró? Igen, az a beugró. Igen, aki nem kedveli a bort, az szokott lenni a beugró, és akkor utána lehet menni egy kicsit keményebb borok felé. És ez egyszerűen mind azt is jelenteti, hogy aki már nagyon szereti a borokat, meg mondjuk, hogy ért hozzá, az nem annyira szereti az írsait? Ez nem működik így? Igen, az egy nagyon-nagyon könnyed bor, tehát aki például a nagy testes vörös borokat kedveli, az biztos, hogy egy írsai olivérrel nem lenne, szerintem nem iszogatná ezt a fajta bort. Most kicsit globálisabban nézve a dolgokat, én úgy érzem, hogy az ember bemegy egy borszaküzletbe, vagy egy hipermarketbe, teljesen mindegy, nagyon sokféle pincészettel, magyar pincészettel, és azoknak a boraival találkozik sok a magyar borászat, vagy mondjuk az osztrákoknál, vagy a franciáknál is így van ez, hogy nagyon sok relatíve kis borászat adja össze azt a rengeteg bort, ami van a palettán. Igen, szerintem ez ugyanígy van, tehát más országokban is vannak ugye nagy pincészetek, vannak kisebb pincészetek, de manapság már csak hobbi szinten is dolgoznak úgy, hogy nem ez a fő vállalkozásuk nekik a borászat, hanem tényleg csak hobbi szinten próbálnak ilyen 1-2 hektárral foglalkozni, és azoknak azok a borok is igazából ott vannak az üzletekben, de
Én szerintem kell is ennyi bor és ennyi választék, hogy ne az legyen, hogy itt Magyarországon a külföldi borokat kóstoljuk, hanem igenis szerintem Magyarországon, mivel a magyar borok nagyon-nagyon szépek, tehát egy nemzetközi borversenyen tényleg nagyon-nagyon szép eredményeket tudunk elérni a magyar borokkal. Én szerintem a magyaroknak magyar bort kellene kóstolni. Tehát mondhatjuk azt, hogy Magyarországon relatíve könnyebb jó bort csinálni, mint nálunk pekjesebb környékeken, országokban? Hát szerintem igen, tehát az adottságunk megvan, tehát jó területek vannak, igazából az időjárás is szerintem megfelelő, és tényleg Magyarország az bortermelő vidék. Na most, ha én borász akarnék lenni, nem is én, hanem mondjuk inkább stílszerűen a lányom borász szeretne lenni mondjuk 15 év múlva, inkább 20 év múlva, mit csináljon, hogy induljon el? Hát mindenképpen kell egy középiskolát végezni, tehát hogyha ha már ő úgy gondolja, hogy borász szeretne mindenképpen lenni, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy először egy szakközépiskolába menjen el, mert ott nagyon sok gyakorlat van. Tehát nekem ebből a szempontból, mivel én egyetemi szinten tanultam a borászatot, nekem kevés gyakorlatom volt, és én igazából tényleg a szüretek alkalmával próbáltam megtanulni, hogy hogyan is lehet tényleg egy finom bort készíteni. Úgyhogy nagyon sokat számít az, hogyha valakinek már az elején van gyakorlata. És utána az a lényeg, hogy sokat kell kóstolni, rengeteget kell kóstolni. Tehát, hogyha már van egy gyakorlat, és az elméletet is tudja, akkor fontos, hogy tényleg, nem azt mondom, hogy napi szinten, de mindig kell kóstolni a borokat, és nem csak egy vidékről, hanem az ország összes borvidékéről kell kóstolni a borokat. Kóstolni és kiköpni, vagy kóstolni és lenyelni? Hát akkor kell csak kiköpni, hogyha valaki autóval megy. Egyébként, hogyha sok bort kóstol az ember, akkor persze, akkor fontos az is, hogy hát 30-40 bort nem lehet úgy megkóstolni, hogy mindegyiket ugye lenyeljük, tehát akkor szoktuk azt, hogy megforgatjuk jól a szánkba, hogy tényleg érezzük mindenhol az ízét a bornak, és akkor egy borverseny alkalmával ugye muszáj kiköpni a borokat, de ha most egy pár bort szeretne megkóstolni az ember, akkor mindenképpen, tehát az is lényeges, hogy lenyeljük, és azért, hogy itt mit érzünk tényleg itt a garatba, milyen íze van annak a bornak. Na hát köszönöm szépen, akkor majd a kislányomnak megmutatom ezt a beszélgetést pár év múlva, amikor már érteni fogja a lényeget. Csóbor Kisari Lindának köszönöm, hogy itt volt velünk, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!